Az idén novemberben az állam 54,6 milliárd forintot fordított az egészségügyi intézmények adóság Nincs adósága a megyei kórháznak. Komoly eredménynek nevezte ezt a főigazgató 35 perc című műsorunkban. Az országban az ötödik legnagyobb összeget kapta a szabolcs már bereg megyei kórházak és egyetemi oktatókórház, de nem itt volt a legtöbb tartozás. Az állam novemberben egyrészt kifizette a kórházak tartozásait, másrészt a jól gazdálkodó intézményeknek úgynevezett ösztönző támogatást is adott. Ez utóbbiból kaptak nagyobb arányban a szabolcsi kórházak. A gazdálkodási mérlegnek köszönhetően idén már saját forrásból is tud bért juttatni dolgozóinak az intézmény. Örömmel mondhatom el, hogy az intézményünk miután most hát a gazdálkodása már olyan helyzetbe keveredett itt az év vége felé, hogy előre gondolkodtunk azon, hogy ha bekövetkezik ez a béremelés, akkor a, a, ezt a bizonyos, mikor a garantált bérminom és a minimálbér volt, akkor ezt az összecsúszást próbáljuk kompenzálni. Tehát itt elsősorban azoknak a dolgozóknak e, nyújtottunk egy durván 10%-os béremelést, nem, ez nem kötelezett, saját forrásból hajtottuk végre, akik alacsonyabb bérem voltak, tehát egyfajta, azt a fajta kis különbséget, ami a szakképesítés és a, és a minimálbér között és a garantált bérminom között főlépet ezt tudjuk kompenzálni. Csípőprotézis és szürkehályog műtét ezekre az operációkra kellett a legtöbbet várni. Jelenleg a Nyíregyházi kórházban a legközelebbi időpont csípőműtétre 2018. január, a Máté-szakai kórházban térdműtétre 2018. júniusra van időpont. Addig, amíg 2014-ben térdprotézisre 410 napot kellett várni, jelenleg 185 napot. Csökkentek a várólisták, gyorsabban jutnak be a betegek a diagnosztikai eljárások, is, mondta el a főigazgató. Pályázati forrásból tudták fejleszteni a diagnosztikai eszközállományt. Ha valakinek baja van, és valakinek problémája van, ő neki egy külön csatornán keresztül meg kell. Tehát a beutálás megvan, és el fogják neki végezni. De a, nép, tehát a, a, szűrési programban részvő azt mondja valaki, szeretné maga szeretném magam és majd fél év múlva kap egy vizsgátot, ő neki gyakorlatilag nincs panasza, ki tudja azt a fél évet várni, hisz ez nem egy akut ellátást igényel. Ugyanúgy vonatkozik a kettőhetes szabály, tehát a daganat esetén, daganat gyanú esetén, az megfő szakorvos, ha fővette daganat gyanút, akkor az intézménynek két héten belül el kell végezni a vizsgálatokat, a képalkotó vizsgálatokat. Novembertől már elektronikus receptet állítanak ki az orvosok, élesben működik az elektronikus szolgáltatási tér. Az egységes adatbázist a kórházban is használják, biztonságosabb, hatékonyabb és kényelmesebb a rendszer, ugyanis ebben mindent naplóznak, és nyomon követhetőbbek a betegutak.